10 perccel a meccs után, de nehéz pozitívan értékelni azt, hogy bejutottunk a Final Four-ba, de azért a szezon előtt ennek mindenki örült volna nagyon, hogyha ezt biztosra vesszük, hogy Final Four tudunk játszani idén. Úgyhogy összességében ez egy nagyon szép eredmény, hogy itt voltunk, de hát ugye a negyedik hely már megvolt még miatt kijöttünk, azért kár volt kijönni. Jó lett volna legalább a harmadik helyet elcsípni, és sajnálom nagyon, hogy nem sikerült. Mi történt? Már az elején úgy tűnt, hogy nincs semmi gond, vezettetek és meccsben voltatok, utána viszont gyakorlatilag se ellen, se hátul nem sikerült semmi. Ennek mi lehetett az oka? Nem tudom, hogy mi lehetett az oka. Motivációban nem volt hiány, én úgy éreztem, hogy mindenki nagyon akar. Tényleg úgy jöttünk le úszodába, hogy most ezt behúzzuk, ha kell melóval, ha kell szép játékkal, de behúzzuk ezt a harmadik helyet. És aztán szép lassan fölül kerekedtek. Kapusuk nagyon jó napot fogott ki, sokszor hihetetlen védéseket mutatott be, és hátrányban ahhoz, hogy ilyen kevés gólt tudtunk lőni, ahhoz kevés gólon kellett valamiket tartani, és ez nem sikerült. De 11 kapott góllal nehéz meccset nyerni. Neked pláne nincs időt bánkodni, hamarosan kezdődik az olimpiai felkészülés, benne vagy te is egyelőre a bőkeretben, hogy tekintesz ez elé? Nincs is miért bánkodni, én úgy gondolom. Most új célok jönnek számra, egy hét pihenőt kaptunk, utána elkezdődik a válogatott felkészülés. Mindenképpen a célom az olimpiai keretbe való bekerülés, tehát az utazó keretbe való bekerülés, és ott szeretnék a válogatottal egy nagyon szép csillagó érmet hazahozni.